hosszú élet titkát már sokan és sokféleképpen próbálták megfejteni az emberi lét során. Igazán konkrét választ azonban senki sem tud adni arra, hogyan élhetnek egyes emberek akár 100 évig is. Van, aki az egészséges életmódra esküszik, más azt vallja, hogy a mentális higiénia nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy jelentősen megnyújtjuk életünket. Az ilyen idős emberek nagyon sokat megéltek, és a tudásuk, az élethez való hozzáállásuk és örömük nagyon motiváló a fiatalabb generáció számára. Stábunk ellátogatott Csikostöttösre, Wagner Gáspárnéhoz, aki idén töltötte be 90. életévét. Az idős hölgy köszöni szépen, jól van, és egyáltalán nem érzi úgy magát, mintha 90 éves lenne. Jól érzem magam, főleg mikor itt vannak az unokák, és boldogát tesznek. A napom az úgy telik, hogy még el tudom látni magam, de nem sok mindent engednek csinálni, mert te ezt se csináld, azt se csináld, de mikor úgy eltűnnek, akkor kicsit kapirgálok kint az udvaron. És rejtvényt szeretek fejteni. Rejtvényt fejtek. Sokszor mondom, ha azt már nem tudok, akkor nem is tudom miért. Olvasok is, kézilabdát nagyon szeretem, azt sokszor este későig is végignézem, akkor nem vagyok se fáradt, se álmos. Így éldegélek, meg vagyok. Örülök, ha jönnek az unokák, az a nagy öröm. Akkor, ha elmentek, akkor előtte várjuk, 3 napig arról beszélünk, hogy hogy lesz, mint lesz. Ha elmentek, akkor arról beszélünk, hogy jaj, mit is mondott, még hogy is mondta, jaj, de aranyos volt, jaj, de mikor ez. És hogy mi a hosszú élet titka? Wagner Gáspárné szerint a szeretet és a hovatartozás érzésének az erőssége. Emellett pedig az, hogy mentálisan fit és napra kész legyen az ember, szerinte így lehet hosszú és tartalmas életet megélni. A szeretet és az elégedettség. Sose voltam gazdag, de mindig elégedett voltam. Volt háború, volt béke, volt szegénység, volt fellendülés, építkezés, jöttek a gyerekek. Akkor azt mondtuk, hogy ha mi nem tanulhattunk tovább, mert valahogy úgy hozta a sors, hogy nem, na a gyerekek, hadd tanulhassanak tovább, és ez is sikerült, ez az örömem is megvolt. Ez volt az életünk. Dolgozni kellett, de csináltuk, és örültünk, hogy két árvíz után is fel tudtunk megint kapaszkodni, és helyrehozni a kis otthonunkat. Ez volt az életünk, így volt, így éltünk. És a kicsi, aki mindig azt se tudja, jöjjön vagy ne jöjjön, az is jött, dédi, szeretlek, dédi. És amikor a nagy azt mondja, dédi, az is úgy tudja mondani. Ha ennél nagyobb öröm nem kell. Komlón voltam egy darabig raktárvezető, de sok volt az ide-oda utazás, sok időt vett igénybe. Akkor a férjem itt dolgozott a Sásdi víztársulatnál, és itt volt egy falubeli ismerős volt a főnök, és akkor az fölajánlotta, akkor átjöttem ide, és innen mentem nyugdíjba Sásdról a víztársulattól. Mindig raktáros voltam, valahogy úgy hozta a sors. Az idős hölgy 1929-ben született Csikostöttösön, és életének mind a 90 évét a településen töltötte. Wagner Gáspárné születésnapjára Csikostöttös alpolgármesterétől egy csokor virágot vehetett át, a település polgármestere pedig átadta az idős hölgynek Magyarország miniszterelnökének a levelét. Az idős hölgy rengeteg vicces anekdotát osztott meg, miközben a jelenlévőkhöz, így stábunkhoz is volt egy-két kedves története.